Sziasztok! Ebben a videóban az IM9M változatnak fogjuk áttekinteni a használatát a legegyszerűbb légiharcmódokon keresztül. Vágjunk is bele. Ha Hornetben elindítjuk a gépet, stb. Felszállunk, nem nyújtunk még semmihez, akkor alaphelyzetben ugye NAV módban vagyunk, semmi R2R, stb. IM9-eshez nyilván szükséges lesz majd a Master Alarmot felkapcsolni, de még nem vagyunk R2R módban. Aminek a felprogramozására szükség lesz, az a Sensor Selector Switch, ami remélhetőleg megvan mindenkinek, Weapon Selector Switch, illetve kettő gomb, az egyik az a Nose Wheel Steering, amivel ugye az orrfutót is fordítjuk, ugyanez a gomb lesz majd felelős azért, hogy közel légiharc módban a célt eldobjuk, illetőleg a Cage, Uncage gomb, ami ugyanaz, ezzel tudjuk majd a Sidewinder fejét rávinni a célra. Na kezdjük is, először is válaszunk ki IM9-et. Az IM9-et kiválasztjuk, akkor rögtön látszik, hogy azonnal R2R módba kerül a számítógép, tehát ezzel már nem kell foglalkozunk. Feljön előttünk ugye a karika, ami ugye az IM9-nek a kereső fejét szimbolizálja. Nézzük át a hangokat. Az alap kis bugás az annyit jelent, hogy hűtve van a fej, keres. Ha valamit lát, akkor ez a hang következik. Itt, hogyha ellövöl a fegyvert, akkor elméletileg találni fog. Nézzük, hogy ez mennyire van így. Semmi befogás, semmit nem nyomtam még meg. Illetve bocsánat, lesz majd még szükség egy Uncage gombra, de ezt sem használom még. Tehát látszik, hogy befogás, meg mindenféle gombnyomás nélkül is az IM9, hogyha ezt a morgó hangot adja, akkor már kész célra menni. Van az Uncage gomb. Ezt, hogyha használom morgás közben, akkor a fejet úgymond elszabadítom a boardside-ból, és ugye nyilván a limiteken belül befogva tartja a célt, és ugye a magas hanggal jelzi, hogy igen, ő látja a célt, készen a tűzvezetésre. Jó, és hát eddig ugye mindenféle lokátor befogás nélkül használtuk az IM9-et, nézzük, hogy a közelharcmódok hogy néznek ki. Közelharcmódban rakétától függetlenül, tehát lehetek akár IM120-ba is, a Sensor Selector Switch-et előre tolva, tehát felfele biccentve kerülök. Ez alapból kiválasztja a Boresight módot, tehát látszik egyébként, hogy ACM módban van a radarom. Jó, és a boresight ez pedig a szaggatott körrel jelölt területen belül keresi a célokat, és automatán megfogja, hogyha talál valamit. Jó. Mindegyik ACM mód, tehát Air Combat Maneuver mód, automatán fogja be a célt, hogyha valamit talál. Nagyon fontos, hogy automata befogással alapból uncage-elve lesz a Sidewinder-em. Cage gomb megnyomásával visszatér ugye a Sidewinder kereső fej előre, megnyom az Uncage-et, visszaugrik a célra. Ha le akarok fogni a célra, akkor kell Nose Wheel Steering gombot megnyomni, ez a disengage is egyben. Visszakerültem normál kereső módba a radaron. Vissza kell menjek közellégi harc módba, tehát Sensor Selector fölfele. És ezen belül, hogyha a Sensor Selectort tovább nyomom balra, jobbra, vagy lefele, akkor történhetnek még dolgok. Nézzük jobbra. Jobbra nem történik semmi, ez a radarnak lenne az Auto Acquisition módja. Lefele. Ez a Vertical Scan. Magáért beszélt, hogy működik igazából, ami a függőleges csík, kiszaggató csíkok közé kerül. Azt be tudom vele fogni, jó? Tehát ez volt a Sensor Selector lefelé. És hogyha balra nyomom, megpróbálom érzékeltetni, hogy mégis történik igazából, mert túl gyorsan befog a célt. Hogyha balra nyomom, akkor úgynevezett Wide Acquisition-ba kerül. Igen.
tehát VACQ, ez egy Wide Acquisition Mode, ahogy mutatja ez a kis tégla ikon itt, a horizonton tartva a radart jobbra-balra szkennel a lokátor. Jó, tehát így. Most azért kellett lentebb menjek, hogy a célpontom az ne legyen benne a zónába, de hogyha látjuk, hogy felemelkedek színbe mellé, akkor ahogy a limiteken belül kerül, be fogja majd a radar. Jó, az X az pedig azt jelenti, hogy a minimális indítási távolságokon belül van a célpontom. Nem garantált egyáltalán a rakétának a célba találása. Nagyjából ennyi lenne a IM-9M-nek a használata. Minden egyéb dolog az már egy másik videónak a tartalma lesz. A sisak célzott IM-9X-et beleértve ebbe. Ha van valami kérdés, akkor nyugodtan tegyetek fel itt a kommentekben. Sziasztok! Yeah.